az egyetem az 56-os forradalommal kezdődött nekünk. Alig jártunk, és már jött az október 23-a, és március végéig olyan kijárási tilalom volt, hogy az egyetemek nem működtek. Ebben a millióban, ebben a környezetben kellett tanulni, dolgozni, és megtartani az embernek az egyéniségét. Az egyes számú sebészeti klinika, ami hát tényleg az ország első klinikája volt. Olyan kevesen mertek erre a nagy helyre pályázni, hogy végül is megkaptam, és ott kezdtem. Az tényleg nagy pillanat volt, mikor ezen a klinikán, meg egy éjszaka a két első vese átültetést a klinikánkon megcsináltam, és azután egy minisztériumi döntés során, ahol most ülünk a transplantációs és sebészeti klinikán, ez volt a kettes számú sebészeti klinika, született egy döntés, hogy egy nagy rekonstrukciót csinálnak, és ezt a transplantációra szentelik, és 94-ben, mikor ide beköltöztem, és első igazgatója lettem, hát ez azért azt hiszem érthetően meghatározó élmény volt. Rá egy évre megcsináltuk a hazai olyan májültetést, amelyik szintén sikeres volt, és most már több mint 600 májátültetésnél tartunk, több mint 3000 vese átültetésnél. Ezek komoly élmények voltak, és ugye az is jó volt, hogy mi csináltuk, a mi munkacsoportunk, de az is jó, hogy a Semmelweis Egyetem. Én mindent ennek az egyetemnek köszönhetek, mert hisz végzés után ide kerültem, és még ma is itt vagyok, és dolgozom.